Mozaik Plusz című műsorunkban tekintsék meg az Evangélikus Egyház által szervezett passiójátékot.
tanítványaimmal már úton vagyunk egy ideje, a templomba tartunk. Útközben, Kapernaumban találkoztam egy százalossal. Egész Izraelben nem találtam ekkora hitet. A százados szolgája betegségben szenvedett, de hitt az Úrban, és hitt abban, hogy megtudult az ő szolgája, aki végül meg is tud. Megbocsátottak a te bűneid, a te hited megtartott téged. Kicsoda ez az ember, aki a bűnöket is megbocsátja. Mester, az emberek nem tudják, hogy milyen így él. Akár mellé járok, érzem magam a láthatatlanodat. Bűnös. Hiszen most is, mennyire utáltak, hogy kiállt ellenem. És én csak azt kérdem, mikor bocsátanak meg végre? Mikor fogadnak végre újra magunk közé? Mikor lehetek végre én is egy közül? Bármennyire igyekszem, folyton foglalkozom. Mert nem értem, nem akarnak megérteni. Bárcsak jóvá tenni, hogy eljött. Bárcsak változtathatnék azon, hogy rám néznek. Bárcsak én is helyére lenni másokat. Bárcsak élni vagy életem, mintha szabad lennék. Persze, tudom, hogy nem vagyok. Tudom, hogy be kéne fizetnem az adót a maguknak. Tudom, hogy áldozatot kéne bemutatnom a templomba. De nem tudsz. Hiszen egy vonat kenyére is van itt, nem úgy a drága, hogy hibáknak valahozza. Bűnös vagyok. Gyenge és szegény vagyok ahhoz, hogy áldozatot mutassak a templomba. És akinek nem jut erre, az kirekesztik a közösségből. Hiszen a templom ajtaja csak az arra méltóknak hívnak, aki bőségesen áldozatot voltál. De nekem nincsen semmi, amit az oltár tehet. Ki fog engem megmenni? Most már értem, miről beszéltél. A templom régen az imádság háza volt, ahol az emberek kapcsolatba léphettek az Atyával. Mára viszont a főpapi rendeletek miatt pont azok nem juthatnak bűnbocsánathoz, akiknek igazán szüksége lenne rá. Nincs hely a templomban. Rabunk, rabunk el a templomban! Vigyétek ide!
és nem az árulóké. Tudjátok, két nap múlva lesz a húsvét ünnepben, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. Mester, miért mondasz ilyet? Nézd körül, itt vagyunk a friss levegőn. Igaz, a hasunkban lehetne több étel, de még az éjfalál sem fenyeget. Miért beszélsz magadról úgy, hogy emberfia? A te atyád az Isten. Te az Isten fia vagy. Pontosan. Nem értelek. Össze-vissza beszélsz. Miért? Kinek mond engem a sokaság? Én hallottam, hogy egyesek azt mondják, te egy vagy a régi próféták közül. Illésként is emlegetnek, azt is mondják, hogy te vagy Keresztelő János. Ezt én is hallottam. És ti kinek mondotok engem? Te vagy a Krisztus. Az élő Isten fia. Így van. Tehát nincs mitől tartanod. Az Isten az angyalaival oltalmaz téged. És mi sem hagynánk, hogy bántódásod essen. De ha mégis rajtunk őt, nekem kiállok melletted. Kész vagyok veled lenni a börtönbe vagy a halálba is. Az életemet adnám érted. Bizony mondom néked, még a mai éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Én sem tagadnálak meg. Téged megtagadni? Sok. Mester, hol akarok megenni a húsvéti vacsorát? Hol készítsük el minden? Menjünk be a városba. Egy ember már számít az érkezésünkre. Talán csak
akinek ezt a falatot bemártom, az árul el engem. Hogy járnak innen ezt a halálkorát.
siess segítségemre! Menj meg engem a fegyvertől, életemet a kutyák hatalmából. Rég távol, közel van a baj. És nincs, aki segítsen. Te vagy, aki annyira szereted a világot, hogy egyszerű fiatalod érted. Én azért jöttem, hogy szolgáljak. Atyám, akarod, vedd el tőle ezt a poharat. Mindazonáltal ne úgy legyen, hogy én akarom. Aludjatok tovább, és pihenjetek. Íme eljött az Úrram, és az emberi a bűnösök kezébe adatik. Íme közel van az, aki állt meg. Melyik a csapat? Vesznie kell, a népellenséggel. A népellenséggel. Mutasd meg nekünk, melyik az. Hát ezért jöttél. Tedd vissza a kalandot! Vagy azt gondolod, nem kérdezik az atyám, hogy rendeljen 12 nagyon szegény is többet mellé. Úgy vonultatok ki ellenem kardokkal és fotokkal, mint egy átló ellen. Minden nap a templomban voltam és tanítottam. És nem fogtatok el engem. Egy messiás nem. Egy messiás olyan, mint egy vezető. Bátor, erős, és Istentől kapott hatalmával győzi le harcban az ő ellenségét. Tettő ilyet? Nem. Ő csak bénákat gyógyít. Ha valóban ő lenne Isten egyszülött fia, a mi messiásunk, akkor a főpapok nem tűztek volna ki rá 30 ezüstöt. A főpapok nem tévednek. A főpapok nem tévedhetnek. Remélem, hogy tévednének. Hiszen annak a kapernaumi századosnak is megdúdította a szolgálóját, pedig már bénán feküdt és iszonyú kínjai voltak.
Nem. 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 A főpapok nem tévedhetnek. De... hogy tudna halottakat feltámasztani? Bénákat meggyógyítani, hogyha... ha nem lenne Istentől kapott hatalma. Jézus a tengert is képes lecsendesíteni. A természet erőinek is tud parancsolni. Mégis Istentől kapta az erejét. Hát ő a Messiás. A mi Messiásunk. És én elárultam őt. Elárultam Isten egyszülött fiát, a 30 ezüstért pedig még. Még figyelmeztetett is. Vak voltam és fogom. Nem vagyok méltó a kegyelemre. Védkeztem. Átadtam védkeztem. Bízott benne.
És erre én, az erős őszikla, hálából elhárultam őt. Semmi vagyok. Még arra sem vagyok méltó, hogy a nevét kiejtsem a számon. Azt mondtam, az életemet adnám érte. De már az első próbatételnél elbuktam. Semmivel sem vagyok jobb, mint Júdás Iskáriótes. Istenem, nézd rám és könyörülj rajtam. Egyszülött fiad útban Pilátus felé. A világ kifordult önmagából. Vajon hová vezet mindez? Mi van, asszony? Már egy perc nyugtom se lehet tőle. Szörnyűen látom éjjel. Jössz mindig ezekre az álmokkal. Az Istennek mondd, mit láttál? Álmunkban Jupiter szemében imádkoztam, amikor egyszer csak minden elsötétült. De nem úgy, mint éjszaka. Még csillagok sem voltak az égen. Teljes volt a sötétség. Aztán egyszer csak elkezdett remegni a föld. Mintha az egész emberiséget el akarná nyelni. A szentszobrok összedőltek, az oltárok megrepettek, és amikor meg azt hittem, hogy elveszem, egy hang hallatott, egy suttogás, ami vissza-vissza merődött a falakból, és betöltötte a teret. Így szólt. Bizony, Isten fia volt ez. Én azt mondom, hogy ne avatkozz ennek az áldozat embernek a dolgába. Kiről beszélsz? Csak nem a zsidók királyára. Neked már te is ezt a születlenséget. Csak kérlek, fontold meg! Az Istenek nem hazudnak. Jó, majd elgondolkodom rajta. Most elejtjük. Hozd elé! Kutya, mozogj! Honnan van? Nekem nem felelsz? Nekem? Hát nem tudod, hogy ki vagyok én? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsátassak? És arra is, hogy megfeszítessen? Semmi hatalma nem volna rajta. A felülről nem adott volna meg nekem. Te vagy a zsidók királya? Te mondtad, hogy király vagyok. Én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Akkor mégis király vagy? Az én országom nem a világból van. Vidd előre. Itt legyek. Semmi bűnt nem találtam benne. És a feleségemnek is az a furcsa álma minden egyre vág. Nincs miért elítélni ezt az álmatlan embert. De ha nem hozok ítéletet felette, engem ítélnek meg a zsidók. Itt az ünnep. Talán ez a segítség ebben lehet. Hát persze, Barabás, kiválasztam egy rabógyilkost. Hallottátok, mi történt? A Barabás az ügyet, ettől hangos az egész város. De hogy miért esett ilyen nehezére Pilátusnak? Még jó, hogy nem vetette fel. Egy jó, hogy most azt mondja, hogy mit akart az szimbolikus.
azt mondják, hogy mondanak ezek mindent. Azért ez a tömis koszorú nem szokványos. Ez még semmi. Állítólag meg is korbácsoltál. Igen, igen, igen. Azt én is hallottam állítólag. 20-on is lesújtottam. 20-on? Az nem sem. De nem fájt neki. Azt mondják. Te szekítem hallottam. Egyenlő. Ő is az ember, mint mi. Csak egy kicsit bolond. Van egy sokat gondol magára. Úgy van, úgy van. Bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Én Istenem, miért hagytál el engem? Atyám, a te kezedre teszem le lelkemet. Elvégeztetett.
Ma esti adásunk bármikor megtekinthető internetes oldalunkon. A Kábel Televízión péntek este 8, illetve vasárnap délelőtt 10 órától jelentkezünk ismétléssel. Új anyagot egy hét múlva kedden ugyanebben az időpontban láthatnak. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!